Jó estét, sziasztok! Remélem megszoktátok már, hogy minden este 8 órakor érkezik az esti mese, és konkrétan ez lesz már a hetedik esti mese. Ez azt jelenti, hogy még 6 napom van, mire hazamehetek Andráshoz meg Annához, akik remélem most már pizsamában ülnek, fogat mosva és kezet mosva is alaposan. Ezt javaslom minden gyereknek, és várják a mostani mesét. Nézzétek, ezt a szívecskét kaptam, a lányomtól bedugta a csomagomba, és ezt használom könyvjelzőnek, méghozzá ehhez a könyvhöz, Íj és Gyula 77 magyar népmeséjéhez. Remélem mindnyájan fogjátok majd egyszer olvasni, mert nagyon-nagyon érdekes mesék vannak benne, és bizony, nagyon sok mese, igaz. Többek között ez a mostani is. Tudjátok-e, hogy melyik a legerősebb állat? Na? Elefánt, oroszlán, medve, vagy netalántán valami aprócska, bogár, vagy rovar, hangya, bók? Megtudjátok, hiszen a ma esti mesénk címe a legerősebb állat. Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez jutottak. Mindkettőnek külön-külön már jó ideje az forgott az eszében, jó volna ellátogatni az emberek éléskamrái istállói felé. Összetalálkozik egyszer a medve a farkassal. Azt mondja a medve. Jó reggelt, farkaskoma! Válaszol a farkas. Nekem ugyan nem jó ez a reggel, medvekoma, és attól sem lesz jó, ha te kívánod, de azért hozott Isten. Mire a medve? De szomorú vagy, talán valami bajod van? Azt mondja a farkas. Jaj, ne is kérdezd, baj, volt is, maradt is belőle. Erre a medve. Talán éhes vagy, mert olyan csikasz a horpaszod, mint egy szúnyog kisasszonyé. A horpasznak hívják az oldalát a négylábú állatoknak. Sóhajt a farkas. Az is baj, de más is. A medve csak most nézi meg a farkast. Azt mondja. Ennyi. De meg van hasogatva a bundád is. Talán valamelyik atyát fiádval verekedtél össze. Legyint a farkas. Atyám fiával. Az emberrel. Mosolyog a medve. Csak az emberrel. Elámul ezen a farkas. Csak az emberrel? Hiszen nincs annál erősebb állat. Gyanút fog a medve. Hát hogy mint történt? Szétnéz a farkas. Elmondhatom. Nem bírtam már az éhezés, az éjjel belopóztam a faluba, hogy valami kövér báránt vagy malacot szerezzek. Óvatosan jártam, de amint megérezték a szagomat a kutyák, ugatni kezdtek. Az előbb itt is ugatott egy kutya, hallottátok? Ahogy csak a torkukon kifért. Kiúrik erre az ember térül, fordul, csapkod azzal a fényes farkával, amit ők baltának neveznek, azután csak neki a fejemnek, úgy helyben hagyott, hogy alig tudtam elvánszorogni idáig. Hitetlenkedik a medve. Az ember? Hiszen az gyönge. Hiszen csak ember. Mire a farkas? Én meg azt mondom, hogy nincs annál erősebb állat. Kihúzza magát büszkén a medve. Nézd, én ugye sose láttam embert, de ha találkoznék egyel, így tépném szét, mint ezt a bokrot itt. Ezt mondja le sajnálón a farkas. Könnyű neked itt ezzel a bokorral vitézkedni? De csak jönne erre egy ember, nem tudom akkor, mit csinálnál? Én tudom, mondja önhittene medve. Azt tenném, hogy itt hagyná a fogát. Hiszi a piszi, mondja fitymálva a farkas. Felfortja a medve. Fogadjunk. Nyújtja a lábát a farkas. Fogadjunk, de mibe? Egy kövér nyúlba, mondja dolga biztosan a medve. Ebben maradtak. Azzal kilopakodtak az erdőből, s lesbeálltak az országúton, amerre a falusiak szoktak járni. Várnak, várnak, egyszer csak jön arra egy gyerek. Kérdezi a medve. Ez az ember? Mondja a farkas. Ez még nem, ez csak lesz. Várnak, újra várnak. Egyszer csak jön arra egy vén koldus, kérdezi a medve a farkastól. Hát ez ember már? Feleli oktatón a farkas. Ez csak volt. Várnak, várnak, egyszer csak arra jön egy menyecske, kérdezi a medve. De ez csak ember már? Feleli minden tudóan a farkas. Ez csak a társa az embernek. Várnak, várnak, egyszer csak arra jön egy huszár, kérdezi a medve. Hát ez már ember? Feleli suttogva neki a farkas. Ez már az. De azzal a farkas már szaladt is, amerre látott. A medve meg kiült nagy büszkén az országútra, a huszár útjába. Meglátja a huszár a medvét, megköpi a márkát, előveszi először a pisztolyát és rálő. Azután rögtön kirántja a kardját, s azzal neki, de vitézül a medvének.
Olyan ügyesen forgolódott a huszár, hogy a vedve még csak hozzá se kaphatott. Nem bírta sokáig a medve, megfordult, és uszgyi! Nem nézte, hol az út, futott tökön, paszuljon át, árkon, bokron, amerre látott vissza az erdőbe. Nem sokára csak találkozik megint a medve meg a farkas. Azt mondja a farkas. Na, medve koma, megkapom el a nyulat? Feleli neki kedvetlenül a medve. Most megkapod. Most már elhiszem, hogy az ember a legerősebb állat? Mire a farkas? Hát, hogy mint történt, medve koma? Mondja megokosodva a medve. Elmondom. Világ életemben nem láttam olyan furcsa állatot, mint az ember. Amikor összeákászkodtunk ott az országúton, mentem neki morogva, üvöltve, de ő, hát ő már messziről rám köpött, de úgy, hogy csak úgy szikrázott tőle a szemem. Ez még hagyján lett volna, de amikor a közelébe értem és ugrottam volna rá, előhúzta a fényes nyelvét, azzal nyalogatott, pofozgatott, olyan ügyesen, meg olyan élesen, hogy még csak hozzá sem férhettem. Ezt már én sem bírtam tovább, farkaskoma. És szégyen ide, szégyen oda, biz elfutottam. Na hát most megtanulhattátok, hogy melyik a legerősebb állat. És remélem, hogy nem csak erősek vagyunk, és jó az egészségünk, hanem okosak is, és otthon maradunk, amikor csak lehet, és nagyon-nagyon sokszor mosunk kezet, és vigyázunk arra, hogy nehogy elkapjuk ezt a csúnya vírust, ami most itt van körülöttünk, jó? Figyeljetek oda egymásra, és nézzétek meg a meséket, mert holnap is lesz, és tegnap is volt. Jó hét nektek, sziasztok!